kezdtük az imént, a kinti időjárás az nem feltétlenül a karácsonyi hangulatot idézte meg, hiszen ragyogó napsütésre kellett december közepe felé ide jönnünk. Viszont ahogy beléptünk a terembe, azért itt már a karácsonyi fények, a karácsonyi hangulat fogadott bennünket. És ami talán ennél is fontosabb, hogy mindenki saját maga legbelül, mégiscsak várjunk mindannyian a karácsony. Nagyon szép kifejezést hallottam a múltkor a karácsony közelettére, az adventi időszakra. Egy kis fiatal kislány azt mondta, hogy ilyenkor a szeretet illatát lehet érezni. Én nagyon bízom benne, hogy mindannyian, akik itt vannak, a szeretetnek ezt a nagyon finom és nagyon különleges illatát, függetlenül a esetleg zavaró napfénytől azért mindannyian érezzük. Az advent a karácsony közelette az egy fajta számvetésre is mindig alkalmas, amikor egy kicsit az ember becsukja maga mögött a világ szaját, vagy legalábbis próbálja kizárni, és akkor végig gondolja, hogy mi is történt velünk az elmúlt esztendőben. Erősödtünk-e szeretetben, megbántottuk-e a szomszédot, összevesztünk-e valakivel, hiszen ez mégiscsak egy olyan időszak, amikor talán ezeket a konfliktusokat valamilyen módon fel lehet.